Nekünk úgymond ez lesz a végeldöntő. Májusban általában a férfi labdarúgó és a női kézilabda szakák bajnoki esélyeiről szólnak a hírek a Ferencvárosnál. Idén viszont a férfi kézilabdázókra is egy sorsdöntő mérkőzés vár az utolsó fordulóban. Igaz, ennek ők annyira nem örülnek. Hát az első kettőt, akit megemlítettél, azok a győzelemért vagy a bajnoki címért hajtanak, mi meg a kiesés ellen, ennyi a különbség. Én úgy gondolom, hogy mind a három csapatnál nagyon nagy a tét. Én azt mondom, hogy nálunk a legnagyobb, mert egy kiesés az soha nem jó. De hogy látom a csapatot, hogy mindent megtesz azért, hogy benn maradjunk. Én úgy gondolom, lelkiismeretünk az tiszta lesz, bármi lesz az eredmény. A Fradi sorsa viszont saját kezében van, de ez aktuális ellenfelére is igaz, mivel a bajnoki menetrend úgy alakult, hogy az utolsó négy csapat éppen egymással vív majd kiesési rangadókat az utolsó fordulóban. A Fradi a Gyöngyöshöz látogat, a Vác pedig az Orosházát fogadja. Mi se gondoltuk volna, hogy ilyen végkifejlet lesz. Egy biztos kieső matematikailag már az Orosháza, és a következő helyre van még három csapat igazából, a Vác, a Fradi, ugyebár mi, és a Gyöngyös is még kicsúszhat az NB1-ből, ezért egy igen-igen erős utolsó fordul elé nézünk, de egyértelműen más nem is jöhet szóba nálunk, hogy csak is a győzelem és ezáltal a bennmaradás. Rengeteg forgatókönyv léphet életbe, többek között a Gyöngyös és a Fradi egy egymás elleni döntetlennel egyaránt jól járna és mindketten bennmaradnának. De a Ferencvárosnál nem számolgatni mennek Gyöngyösre. Mi szeretnénk csak egy forgatókönyvre gondolni, nem szeretnénk számolgatni, mert az eddig sem jött össze, és amúgy sem célra vezető, úgyhogy én személy szerint, de szerintem a srácok nevében is mondhatom, hogy mi nyerni megyünk Gyöngyösre. Itt most nem kell senkire számítani, hogyha mi ezt játszunk, és a másik meg amaszt, akkor még akármi lehet. Azért is mondom, hogy nincs más forgatókönyv fejünkben, nyerni megyünk, és akkor kész, pont végeben vagyunk. A sorsdöntő Gyöngyös FTC és Vác Orosháza mérkőzésekre most szombaton 18 órakor kerül sor. 2-3. Fradi!